A Magyar Vöröskereszt, Szabolcs Szatmár Bereg megyei szervezete a kezdetektől fogva teljes kapacitással fordult a humanitárius válság felé, mondta el Gurály A szervezet működteti a lónyai segítségpontot, emellett a Vörös Kereszt önkéntesei Csengersimán is határszolgálatot látnak el a beérkező oldalon de a Záhonyi határátkelőnél, illetve segítségponton is megtalálható a szervezet H-Hero egysége, amelyel egészségügyi szolgálatot látnak el. Nagyon sok önkéntes kapcsolódott ennek a humanitárius válságnak a kezeléséhez, és napi szinten vállaltak nálunk szolgálatot. Azért mondom így, hogy szolgálat, mert nagyon sokszor az önkéntes munka az egy-egy napot, vagy egy pár órát szokott igénybe venni, itt viszont nekünk egy nagyon szigorú beosztás szerint kellett a határátkelőn, vagy a segítségponton szolgálatot nyújtanunk, tehát muszáj volt, hogy az önkéntesek is tudjanak ehhez alkalmazkodni. Tehát aki érkezett hozzánk, ők mindig egy vagy egy nappali, vagy egy éjszakai 12 órás szolgálatra jöttek, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik, hiszen ez egy óriási elköteleződést jelentett. Egyrészt a probléma irányába, másrészt pedig ugye, több helyen is vállalhattak ilyen feladatot, és nagyon örültünk neki, hogy a vörös keresztet is előnyben részesítették akkor, amikor szervezetet választottak, hogy melyiknél fogják ellátni az önkéntes munkáikat. E hét szombatján a vörös kereszt immár 50. alkalommal rendezi meg az első nyújtó és csecsemő gondozási versenyt, amelyre gyermek, ifjúsági, valamint felnőtt korcsoportokban lehetett jelentkezni. A versenyt a Nyíregy a Zai technikum és kollégium épületében tartják szombat délelőtti kezdéssel a rendezvényen három korosztályban összesen 23 csapat indul Tulajdonképpen bárki jelentkezhet, aki a versenykiírásnak megfelel, a versenyszabályzatnak megfelel. Nekünk az a célunk, hogy minél többen jelentkezzenek a csecsemőgondozási versenyre is, hiszen nagyon fontos, hogy a fiatalok megtanulják, hogy hogyan lehet gondoskodni úgymond egy, egy kisebb gyerekről, akár egy kisebb testvérről. Hogyha például a családban van, illetve ezt a, ezt a tudást egymásnak is tovább tudják adni. Az elsősegényújtásnak a fontosságát és hasznosságát pedig nem gyűzzük elégszer hangsúlyozni. A vörös az, az lenne a célja, ezen a területen, hogy akkor, amikor egy bele balesetet látunk, vagy valaki rosszul lesz az utcán, akkor ne bámizkodók legyünk, hanem aktív résztvevői ennek a folyamatnak, abban az értelemben, hogy merjünk oda menni a sérülthöz. Merjünk közelhajolni hozzá, és merjünk ellátást nyújtani neki. A szakember szerint ma már az sem ritka, hogy az elsősegély nyújtást telefonos segítséggel végzik el a járók elők, amíg a mentő a helyszínre ér. A laikus elsősegély nyújtók ilyenkor csak úgy, mint a véradók, akár életet is menthetnek. A Magyar Vöröskereszt a közeljövőben is szervez véradási akciókat a megyében, amelyről a szervezet honlapján is tájékozódhatnak az érdeklődők.